A ragyogó mosoly titka. Hó, Emily! Emily, itt vagyok! Dr. Rabbit, te vagy az? Igen! Wow! Úgy látom, már ágyba bújtál, de nem felejtettél el valami fontosat? Nem hiszem. Gondolkozz egy picit. Na, mi az, amit minden este lefekvés előtt csinálunk? Meg kéne mosnom a fogam! Pontosan! Menjünk és mossunk fogat! Először is mutasd a fogkefét. Van fogkefét, Emily? Persze, Dr. Rabbit. Itt is van. Úgy néz ki, ideje lecserélni. Ahhoz, hogy tisztán tartsd a fogaidat, jó fogkefére van szükséged. Megállj! Soha nem használjuk más fogkeféjét. A fogkefét különleges és csak is a tiéd. Oh. Tessék, itt egy vadonatúj fogkefe. Hűha! Köszi, Dr. Rabbit! És mire van még szükségünk? Fogkrém is fog kelleni. Így van, fluoridos fogkrém. Mielőtt megmutatom, hogyan kell fogat mosni, elmagyarázom, hogy ez miért olyan fontos. Étkezés és ivás közben a táplálék nyállal keveredik, és már is támad a lepedék. A fogait pedig kiukadhatnak. Jaj, ne! Nem akarok lyukas fogat! Ne aggódj, Emily! Ezért mosunk fogat fluoridos fogkrémmel. Ha fluoridos fogkrémmel mosol fogat, nem csupán a lepedéket ijeszted el, hanem egészségesek maradnak a fogaid és az ínyed is. A fluorid erősebbé teszi a fogaidat és véd a lepedék támadás ellen. Hű, ez mázli! Most, hogy már tudod, miért fontos a fogmosás, tanuljuk meg együtt, hogyan kell helyesen fogat mosni. Első lépés. A fogakat kívül egyenként kell megmosni apró, körkörös mozdulatokkal. Utána az ínytől a fog irányába söprögető mozdulatokat végzünk. Ha így mosol fogat, elűzöd a gonosz lepedéket. Szép munka! Eddig nagyon ügyesen csinálod. Második lépés. Ugyanúgy, mint kívül, belülről is mosd meg a fogaidat. Harmadik lépés. Alul is, felül is mosd meg a fogaidat előre-hátra mozdulatokkal. Figyelj rá, hogy a leghátsó fogaidat is alaposan megtisztítsd. Negyedik lépés. Az első fogaid belső oldalát a fogkefehegyével tudod a legjobban megtisztítani. Ötödik lépés. Tisztítsd meg a nyelvedet is, hogy a lehelleted is friss legyen. Már megint milyen ügyes voltál. Hamarosan igazi fogmosó bajnok leszel. Köszönöm, Dr. Rabbit! Fontos még, hogy ne nassolj napközben. Főétkezések után ehetsz egy kis édességet, majd jöhet a fogmosás. Minél többször eszel édességet, annál valószínűbb, hogy kiukad a fogad. Megígérem, Dr. Rabbit! Még valami. Évente egyszer menj el fogorvoshoz. A fogorvos bácsi igazi jó barát, segít megőrizni fogaid egészségét. Büszke vagyok rád, Emily. Köszönöm, Dr. Rabbit! Megtanultam, hogy hogyan tisztítsam a fogaimat, mi a ragyogó mosoly titka, és hogy mennyire fontos a rendszeres fogmosás. És mi lesz az első dolgod holnap reggeli után? A fogmosás! Látom, figyeltél. Most pedig itt az ideje, hogy aludjunk. Kövesd ezeket az egyszerű lépéseket, hogy a te mosolyod is ragyogjon egy életen át.